szemben. Vaj! Mi történt? Két férfi összeverekedett a kocsmában, az egyik kést szúrt a másik hasába, aki erre pedig egy törött üveggel hadonászva megvágta a mellkasánál. Bár a szituáció jelen esetben nem volt valós, a fiataloknak minél gyorsabban és szakszerűbben kellett ellátniuk a sérülteket, ugyanis a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete ismét megrendezte a megyei első segélynyújtó versenyt. Zolának minden rendben van? Igen! A megmérettetésen 8-5 fős csapat mérte összetudását, köztük általános és középiskolás tanulókkal. A résztvevőknek 9 helyszínen kellett bizonyítaniuk, az esetek között volt kutyaharapás, kerékpáros gázolás, de a magasból lezuhant személy is. Eddig nagyjából jók voltak, mindegyiket megcsináltuk szinte, nekem eddig tetszik a verseny. A csapatok egyébként Szekszárdról, Madocsáról, Tamásiból, Győréről, Paksról és Dombóváról érkeztek. A fiatalok szerint is nagyon fontos tudni, hogy milyen módon tudnak segíteni egy sérült, bajba jutott emberem. Hogyha utcán összeesik egy ember, akkor tudjunk segíteni neki. A kárhelyi feladatokat 10 perc alatt kellett a versenyzőknek megoldaniuk, vagyis szakszerűen ellátni a sérülteket. Mindezt az Országos Mentőszolgálat munkatársai zsűrizték. Körpályán zajlik a verseny, tehát az első pillanattól kezdve az utolsóig minden csapat versenyben van, vagy pihenőállomáson vannak, ahol különböző feladatok, játékokkal találkozhatnak, vagy kárhelyállomáson, ami azt jelenti, hogy sérüléseket kell ellátniuk, tehát a sebimitációt készítők, az imitátorokat élethű sebekkel látták. Kormos Ádám, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági szakmai vezetője azt mondja, az elsősegély nyújtást már érdemes a lehető legkisebb kortól elkezdeni megtanítani a gyerekeknek. Nagyon jó látni, ahogy egyébként a megtanult gyakorlatokat végrehajtják, és én azt gondolom, hogy erős mezőny, aki most itt Szekszárdon megjelent ezek közül a csapatok közül. Nagyon-nagyon jó látni utána, amikor az értékelésen az Országos Mentőszolgálat kollégáitól megkapják a visszacsatolást, megkapják a visszajelzést, és amikor úgy tényleg látod az aha érzést a gyerkőcön, hogy egyébként ő tudta, hogy miért csinálja, de nem biztos, hogy összeállt neki a kép, és egy minimális támogatás a valós szituációnak köszönhetően, és összeáll neki a kép. Az első helyen végzett közép- és általános iskolás csapat jut be a döntőbe, amelyet szeptemberben Szolnokon rendeznek majd meg.